családias hangulatú divatnapon vagyunk, ahova eleve kevesen férnek be, úgyhogy már csak ezért is fontos, hogy adott esetben több tízezer emberhez eljuthasson az, hogy itt mi is történik ma délután. Sziasztok, Dobi Viki vagyok, ez pedig a Dén.hu YouTube csatornája. Ma egy különleges helyre, méghozzá 2018-as Elfashion Show-ra kalauzolunk el titeket, ahová exkluzív meghívást kaptunk. Tartsatok velünk, és nézzétek meg, hogyan mulat a magyar divat elit. Itt van velünk a fantasztikus Viszkov Ruzsi. Mit is kérdezhetnénk tőled, mint hogy mesélj egy kicsit a szettedről, nagyon exkluzív, nagyon elegáns. Hogyan állítottad össze, mi volt a koncepció? Igazából ilyen nagyon elképzelt koncepcióm nem volt, de például nagyon szeretem az ehhez hasonló bőnadrágokat, és az ilyenek mellé szerintem könnyű öltözködni, mert önmagában már elég feltűnő darabok, szóval gondoltam, hogy egy ilyen rövid crop topot választok mellé, meg én akkor is, ha éppen nem, akkor is, ha igen, nagyon-nagyon szeretem az állatbőr mintákat, úgyhogy ezért választottam ezt a párduc mintás kabátot. Hello. Láttam, hogy a bemutató közben vlogoltál, tehát élőben közvetítetted az eseményeket a követőidnek? Aha, igen, általában a divat bemutatókon, a Marie Claire Fashion Days-en is, itt az Ellen is, a Budapest Fashion Week-en is, de külföldi eseményeken is élőben szoktam közvetíteni, mert ugye nagyon sokan nem tudnak eljutni egy-egy ilyen bemutatóra, és nagyon sokan, akik eljutnak, azok nem az első sorból nézik, úgyhogy szerintem ezt az élményt, ezt érdemes megosztani azokkal, akik erre kíváncsiak, meg akiket érdekel a divat, úgyhogy most még a következő két show-nál is, a Tomcsányinál, illetve a Societés show-nál is folytatjuk az élő közvetítést. Mi volt az inspiráció, honnan jött az ötlet, mennyi idő alatt sikerült létrehozni ezt a kollekciót? Hát ezt inkább nem árulom el a nézőknek, hogy ez mennyi idő volt, mert egyébként ez volt szerintem a rekord legrövidebb idő valaha, amikor csináltam kollekciót, mert annyira sok mennyasszonyom volt a nyáron, hogy egyszerűen nem tudtam nekiállni, de egyébként azért szerintem sikerült megoldani, nem volt egyszerű. És hát igazából ez egy ilyen rokokó inspiráció volt, Marie Antoinette volt az egyik, a múzsája tulajdonképpen a kollekciónak, és az a korszak, amikor ő ilyen pásztorlánykának képzelte magát, mert volt egy ilyen, és akkor olyan ruhákat kezdett hordani, ilyen pompa, meg a pazar ruhák után, ami abszolút ilyen leegyszerűsített, a brokát után muszlint viselt, akkor szalmakalapot vett fel, szóval az ilyen nagy váltás volt, és igazából ez a fajta kettősség volt az, ami inspirálta a kollekciót. Biztos sokan kíváncsiak rá, hogy mennyire nehéz mennyasszonyokkal dolgozni, hogyan próbálod áthidalni a felmerült problémákat, vagy kéréseiket, mi az, amit mindig el kell nekik mondanod, hogy megnyugodjanak? Hát egyébként az elején, amikor elkezdtem, akkor tényleg nehéz volt, de szerintem most már, amikor így tudom sugározni azt, hogy a magabiztosságot, hogy én tudom, hogy az, amit csinálok, annak milyen lesz a végkimenetele, így ők is sokkal jobban érzik, és egyébként most pont tegnap kaptam egy levelet egy mennyasszonytól, hogy mennyire jó volt, hogy az esküvői előkészületek közepette, tehát nálam nyugodott meg.